Számítottál arra, Tamás, hogy ilyen jól alakul a szezon számodra? Megmondom őszintén, bíztam benne, hogy ilyen jól tudunk rajtolni, mondtam a csapat nevébe, mert nekem is sikerül úgymond ennyi gólt rúgnom, nagyon örülök neki. Jelenleg az NB1-ben talán az egyik legjobb formában lévő játékos, hogy minek köszönhető ez? Végül is én úgy emlékszem, hogy a tavaszi meccsek alatt is már volt jó néhány olyan mérkőzés, ahol nagyon jól játszottál. Talán a különbség az, hogy akkor nem sikerült ennyi gólt rúgnod. Minek köszönhető ez a különbség? Hát ez köszönhető az elvégzett munkának is, amit én is elvégeztem, a csapat is elvégzett, mert ez nem szólít elfelejteni a csapatot. Azért 11 ember plusz még cserék, szóval egy csapat megy ki a pályára, és most ott tegyük a Sasa Lembét. Lembédik ki, tegyük a Pécs ellen, amikor Brum is ment, és akkor utána én berúgom a 11-es, most így megfordult a meccs persze a mi számunkra. Nagyon függ a csapattól, és a középpálya védekezéstől, amikor több gólt kapunk, amelyik fog, akkor nem beszéltünk most, jó, akkor is lehet, hogy jobb a teljesítmény, de akkor más jön le a nézők fele, a szurkolók fele is. Az is mondom, de örülök neki, hogy most egy ilyen szériában vagyok. Az tudatos taktika, hogy a tavalyi szezonban úgy vettem észre, hogy nagyon sok meccsen inkább te igyekeztél kiszolgálni a csatárokat, most viszont szemmel látható a nagyobb vállalkozó kedvel veszett célba a kaput. Ez tudatosan változott, vagy az önbizalomnak köszönhető? Tudatosan is változott, igazán szeretek gólpasszokat is adni, ezt nem titkolom. A múlt szezonban több is volt, de azt hiszem, nem tudok valóság mondani, de azt hiszem több volt. Azt is szeretek, mert szeretek együtt örülni a csapattársakkal. Most erre a szezonra megváltozott, amit ezért nem bánok, örülök neki nagyon. Remélem így terülnem tovább is a gólokat. Nagyon nagy lehetőség van arra, hogy megőrizzétek a vezető helyet a tabella élén. Ugye legközelebb a Pápával játszotok itthon. Etónak áll ez a meccs, ettől függetlenül hogyan készültök a héten? Ugyanúgy készülünk a többi meccsre, a videóton a Pécsen készítem, vagy a többire. Ugye meccsenek a heti programot, az edzéstervet, most kell így a videóton meccs után kicsit úgymond szerénynek lenni. Most nagyon nagy győzelmet húztunk be, most kell, akkor fog ez érni valamit, úgy mondom, ha a Pápát is megverjük itthon, és mindenképpen azon leszünk, hogy 3 pontot. Milyen eredménnyel lennél itt elégedett? Akár ugye a Pápa elleni meccs még talán arra is jó lehetne, hogyha a gólarányt tudjátok javítani, akár szerintem még ez is benne van ebben a meccsben. Hát igen, benne van ez is a meccsben, de ez nagyon sok mindentől függ, hogy a ellenfél milyen taktikával jön ki, védekezni fog, vagy nyíltan, ez a gólarányra értem. Hát majd meglátjuk, hogy milyen taktikával jönnek, aztán hogy sikerül a védekezés.